Na szóval, sziasztok, üdvözlöm mindenkit egy újabb szerdai frissítésben. A mai frissítésben új lovagat kaptunk, amit nem mások, mint az apalószek. Én már itt is vagyok Steve mellett. És hát, hazajön velem egy darab, az biztos. Még egyelőre nem tudom, hogy melyik. Hát most én nekem az apalósz az nem kifejezetten a kedvenc fajtám, mivel szerintem aránytalanok, és nekem nem igazán tetszenek, így a valóságban se. A játékban még őszintén nem tudtam eldönteni, hogy most tetszik, vagy nem tetszik, vagy mi lesz. Majd még kitalálom szerintem. Az biztos, hogy egyébként a szőrzet az nagyon-nagyon szépre meg lett csinálva. De nem tudom, hogy testfelépítésre ez alul mennyire tetszik. Azt tudom, hogy a valóságban biztos, hogy nem tetszenek. Ez valószínű, hogy azért van, mert spanyol lovak vannak bennük, illetve arab és török lovak. Elődei elkóborolt spanyol lovak, illetve a spanyolok által az amerikai kontinensre behozott arab és török pöttyös lovak voltak. És hát nem tudom, nekem valahogy úgy aránytalanul néznek ki. És nem tudom. Ne, viszont el kéne dönteni, hogy melyik jön velem haza. Egyelőre nagyon úgy érzem, hogy a fekete lesz a főnyeremény, viszont van egy pintába is, ami választható, úgyhogy elszaladunk oda is, mert annyi baj legyen. Igazán ő az, aki már az előzetesben is elnyerte a tetszésem, és most így játékban is, úgyhogy szerintem ő velem fog jönni. Egyszerűen élvezem a gépletet, és egyszerűen Blue lesz a neve. Talán a lépésben annyi nem tetszik, hogy a fejét azt nagyon dobálja ide-oda, és hát lényegében fölfelé. Az ügetés, az rendben van, az annyira nagy problémát nem látok. A vágyat egy kicsit darabos, de egyébként meg nincs ezzel se nagy gáz. Ugye az elejére, mint egy kicsit darabos lenne az animáció. Sőt, az animáció meg is akad egy helyen. Jó, szóval ez az elsősornak a legjobb nyújtott vágtája, amit eddig produkált. Gratulálok, nagyon ügyesek vagytok. És van egy galopunk, ami korrekt. A lábsorrend bajos galophoz képest. Én egyébként az elsősónak annyira nem szeretem a galoppos lábanimálását, és mindig a hátsó lábbal van a baj, mert az eleje mindig korrekt, és a hátsó láb az így nem tudom, mintha nem is létezne, mintha ott se lenne. Tehát, mintha az elejével galoppozna, a hátuljával meg csak simán vágtázna. Fúj, nem is kérdezem magad. Jó, van egy hátra menetelünk. Van egy ugrásunk, ami... Hát én szerintem elégedett vagyok vele, tehát nem látok akkora üdvönyi problémát. Jó, hát egy picit a földbe megyünk, de hát ezt megszokhattuk volna én idő alatt. Van egy ágaskodásunk, amit nem vittek túlzásba. Ez nem tudom, hogy pozitív vagy negatív. És van egy hardstepunk. Ez egyébként egész korrekt lenne, mert örülök neki, hogy van benne átmenet, viszont hogyha figyelitek, akkor csúszik. Tehát én most nekem inkább azzal van a problémám, hogy végre van benne átmenet, és láthatjuk, hogy valamit csinál a ló, és nem csak őszintén összetöri magát. Viszont ez a csúszkálás, ez annyira nem tetszik. Külön jelmódja, ami most nem tudom, hogy spaces, nem spaces. Ügetésbe, aha. Jó, szóval Shift-W a működés jelve, és nagyon-nagyon aranyosan, gyorsan lép. Szóval most, hogy a videó végén tartunk,
írjátok le kommentben, hogy nektek hogy tetszenek ezek a lovak, mi a véleményetek róla, és ha vettetek, akkor melyiket vettétek. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel, és lájkoljátok. Jövő héten találkozunk, addig is, sziasztok!